Március 8-án Sziget-Szent Miklóson lépett pályára utoljára ebben az évben a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, az egy héttel később esedékes Budafok elleni hazai meccset már nem játszhatták le a cápák. A játékosok a következő hetekben egyénileg igyekeztek karbantartani magukat, majd a sportolókat érintő könnyítések bejelentését követően elkezdődhettek a kiscsoportos edzések, és a kosarasok az előírt szabályok betartása mellett már labdát is vehettek a kezükbe. Nyilván nincsenek már olyan formában, mint amikor játszottak. Próbáljuk őket felhozni olyan szintre, ami ahhoz kell, hogy normális edzéseket tudjunk tartani. Ugye kis csoportos edzések vannak, most heti háromszor edzünk, abból három kosárlabda, illetve kettő kondi és kosárlabda mellette. Próbáljuk a fiúkat szinten tartani, de még ugye ilyenkor nem lehet nagyon terhelni őket. Most igazából nem készülünk semmire, hanem azt próbáljuk megvalósítani, hogy a játékosoknak a hiányosságait próbáljuk felhozni. Gondolok itt arra, hogy aki erőlétben gyenge, annak több kondi edzése van, aki mobilizációban, nyújtásban kevésbé jó, akkor neki olyan edzései vannak több, illetve dobáskészségfejlesztés, dobáspontosság, egyéni képzések, labdázás, stb. Passzkészségfejlesztéseket próbálunk a srácokkal csinálni. Nyilván most taktika nincsen benne, egyre nem is lesz. Szezon közben a játékosok általában örülnek egy-egy extra pihenőnapnak, a mostani helyzetben azonban már nagyon várták a cápák kosarasai a hosszúra nyúlt kényszerpihenő végét és azt, hogy ismét együtt készülhessenek. Nekem személy szerint nagyon hiányzott, azért nem is tudom, hogy voltam már valaha ilyen kihagyás, hogy tulajdonképpen nem is voltam Nyíregyházán, egy másfél hónapig nem is fogtam labdát. Úgyhogy jó volt, igyekszem visszarázódni, jó kis labdavezetéses dobó gyakorlatokkal a következő szezonra, ami még nem most lesz, de örülök neki, hogy már van lehetőségünk rá, hogy formába rázódjunk, és hogy nyáron se épüljünk le teljesen. Nagyon összekovácsolódott a csapat a pályán kívül is az előző szezonban, úgyhogy hiányoztak a srácok, bár karantén alatt ilyen csoportos videóhívások voltak egyébként hetente többször is, tehát mindig tudtuk, hogy mi van a másikkal, mi a helyzet, de nyilván más, hogy az öltözőben megint együtt és pályán is együtt edzünk, együtt beszélgetünk, gyakorlunk. Ami a jövőt illeti, az már biztos, hogy a legutóbbi keretből Dancsas András távozik a fiatal kosaras visszatér nevelőklubjához Szombathelyre. A nyíregyházi vezetők célja az, hogy a csapat többségében hazai nevelésű játékosokra épülő magját együtt tartsák a következő szezonra.